2012. augusztusában nyitotta meg kapuit a Futura, azonban első planetáriuma már 2012. márciusában megvolt, amivel már akkor nagy sikert értek el roadshow keretében, amivel több mint 100 kitelepülésen népszerűsítették a Futurát, Mosonmagyaróvárt és a természettudományt, nem csak az országban, hanem Erdélyben, Ausztriában és Szlovákiában is. A planetárium aztán a Futura nyitása után is népszerű volt, a vendégek csak nem 90%-a részt vett a planetáriumi előadásokon, így a kupola elhasználódott az évek alatt. A 6,5 év alatt nagyon elhasználódott az előző kupolánk, úgyhogy muszáj volt kicserélni. Nagyon örültünk ennek a támogatásnak, mert ezzel vált lehetővé az, hogy egy teljesen új és egy kicsit talán tágasabb kupolát kaptunk. Látogatóink örömére mondhatom ezt. Az új kupola hivatalos átadását csütörtök délután tartották az intézményben, ahol a Mobil Planetárium támogatójának, az SMR Hungary BT képviselői is részt vettek. A cég kötelességének érzi, hogy a térség legnagyobb munkáltatójaként hozzájáruljon a környezet gyarapodásához, ezért most 2 millió forintos támogatásával újulhatott meg a Futura Mobil Planetáriuma. A kiválasztási kritériumoknál mindig azt veszük figyelembe, hogy lehetőleg a legtöbb embert megtaláljuk, és valamiféle innovatív irányt mutasson a támogatásunk is. Most én itt örömmel hallottam, hogy több százezer ember megfordult az előző planetáriumban, remélem, hogy a miénk ezt még meg tudja fejelni, és majd egy pár millió meg fogják tudni nézni. Tehát egyrészt a nagy tömeget sikerül azt hiszem elérnünk vele. A hivatalos átadón Árvai István megköszönte a cég támogatását, aminek köszönhetően ismételten fejlődhetett a Futura intézménye. A jövőben mutató vállalkozásban úgy látom a kupolához közel, tehát a tetején a dolognak úgy látom a város legnagyobb cége is megtalálta azt a jövőben mutató projektet, amivel meg tud jelenni itt nálunk. Igazán örülök neki. Ez egy visszajelzés a számunkra, hogy jó úton haladunk, tehát ha megfelel az SMR-nek, akkor nagy valószínűséggel mindenkinek meg fog felelni a dolog, mert tudom, hogy magasra teszik a mércét, főleg akkor, amikor a szponzoráció tekintetében dönteni kell. A felfújható 5 méter átmérőjű 30 személyes sátorban a digitális planetáriumi vetítő segítségével csillagászati előadásokat, ismeretterjesztő vetítéseket tartanak látogatóiknak majd. A kupola belsejében 360 fokban vetítik a teljes égboldot egy program segítségével, amit most a hivatalos átadón résztvevők is kipróbálhattak. Az előadások során aztán a bolygókkal, csillagokkal, de a galaxisokkal is megismerkedhetnek közelebbről a látogatók, akik valós időben követhetik a bolygók mozgását. A tervek szerint az új planetáriummal a 2019-es évben több országos népszerűségű, nagy látogatottságú rendezvényre is kitelepül majd a Futura.